A királyok második könyve, 12. rész. Jóás kiavítatja a templomot. Jóás hét éves korában lett király. Jéhú hetedik évében kezdett uralkodni Jóás, és negyven évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Cibiá volt, de érsebából származott. Jóás egész életében azt tette, amit helyesnek lát az úr, mivel erre tanította Jójádá főpap. Csak az áldozóhalmok nem szüntek meg, a nép továbbra is áldozott és töménezett az áldozóhalmokon. Jóás ezt mondta a papoknak. A szent adományokból eredő összes pénzt, amit az úrházába visznek, a forgalomban levő pénzt, azt a pénzt, amelyet fejenként rónak ki beslés szerint, továbbá mindazt a pénzt, amit az emberek szívük szerint visznek az úrházába, vegyék magukhoz a papok, mindegyik a maga ismerősétől, azután javítassák ki a templom rongálódásait, ahol csak ilyen rongálódás található. De Jóás király 23. évéig sem javították ki a papok a templom rongálódásait. Ezért Jóás király hivatta Jójádá főpapot, meg a többi papot, és megkérdezte tőlük, miért nem javítatjátok ki a templom rongálódásait. Ezután nem tehetitek el ismerőseitek pénzét, hanem oda kell adnotok a templom rongálódásainak javítására. A papok beleegyeztek, hogy nem teszik el a néppénzét, de a templom rongálódásait mégsem javítatták ki. Akkor Jó főpap vette egy ládát, a fedelére lyukat fúrt, és oda tette az oltár mellé jobb felől, ahol beszoktak menni az úrházába. Abba tették az ajtótörző papok mindazt a pénzt, amit az úrházába vittek. Mikor aztán látták, hogy sok pénz van a ládában, oda ment a király kancellária a főpappal együtt, Csomókba kötötték és összeszámolták az úrházában talált pénzt. A lemért pénzt átadták a munkavezetőknek, akik az úrházához voltak kirendelve. Azok pedig kiadták az ácsoknak és az építőmestereknek, akik az úrházán dolgoztak, meg a kőműveseknek és a kőfaragóknak, hogy vásároljanak faanyagot és faragott köveket az úrháza rongálódásainak a kijavításához, és ami csak szükséges volt a templomjavításához de abból a pénzből, amit az úrházába vittek, nem készítettek az úrháza számára sem ezüstálakat, sem késeket, sem hintőedényeket, sem trombitákat, sem egyéb arany vagy ezüstárgyakat, hanem a munkavezetőknek adták oda, hogy javítsák ki abból az úrházát. Nem kellett elszámoltatni azokat, akikre rábízták a pénzt, hogy átadják a munkavezetőknek, mert azt hülyen kezelték csupán a jóvátételi áldozatra és a vétek áldozatra adott pénzt nem vitték be az urházába, ez a papoké volt. Akkoriban vonult fel hazáél Arám királya, megtámadta gátot és elfoglalta, majd elhatározta hazáél, hogy Jeruzsálem ellen vonul. Ezért Jóás Júda királya fogta mindazokat a szent tárgyakat, amelyeket elődei, Jósáfát, Jórám és Ahazjá, Júda királyai adományoztak a templom javára, és a maga szent adományaival, meg az úr úrházának és a királyi palotának a kincstárában található összes aranyjal együtt elküldte hazájának, Arám királyának, mire az elvonult Jeruzsálem alól. Jóás egyéb dolgai, mindaz, amit véghez vitt, megvan írva a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Udvari emberei fölkeltek, összeesküvést szőttek ellene, és megölték Jóást Bétmillónál, amikor szillába ment. Józákár, Simat fia és Józábád, Sómér fia voltak azok az udvari emberei, akik megölték, és ő meghalt. Ősei mellé temették Dávid városában, utána a fia Amaszjá lett a király.